Könyvtárunk az idén is csatlakozik a könyvtár összefogás hetéhez. Ez minden év első, október első hetében van. Az idén is október 1-től 7-éig fog tartani. Mi igazából most egy kicsit szűkösre vesszük a programokat, de elsőként, amit megemlítenék, csatlakozunk a Miskolcon elkezdett kezdeményezéshez, a Hozz egy könyvet című akcióhoz. Ez azt jelenti, hogy mi könyvtárosok, meg itt a Bácai Kastélyban dolgozunk, összedobunk 15-20 darab könyvet otthonról, és bárki a hét folyamán bejön, az megnézheti ezeket a könyveket, és ha hoz helyette egy másikat, akkor ha számára egy kedves könyvet talál itt, akkor kicserélheti. Ez a kezdeményezés ugye Miskolcról indult ki, a műút szerkesztője kezdte el, és nagyon érdekesnek találtuk, és próbáltunk utána érdeklődni, nagyon sok embernek tetszett ez a kezdeményezés, és ezért gondoltunk arra, hogy így egy héten keresztül a könyvtári összefogás hetén ezt azért szeretnénk itt Felső Zsolcán is meghonosítani. A könyvtári összefogás hetében szerdán lesz egy kisiskolásoknak illemtanfoglalkozások, foglalkozások, körülbelül ha, három négy gyereknek fogjuk így az alapvető illemszabályokat játékos formában elmondani, és reméljük, hogy el is sajátítják őket így a, a foglalkozások végére. A szokásos könyvtári éjszaka megint meg lesz tartva 5 október 5-én péntek este. Egy 20 diákkal, 10 és 14 év közötti diákokkal fogunk itt a könyvtárban aludni. Ami azt jelenti, hogy ez igazából egy játékos éjszaka lesz, amit a gyerekek nagyon élveznek, és megtanulják, hogy a könyvtárban nem csak könyvek vannak, hanem lehetőségek is és ezeket a lehetőségeket hogy tudják kihasználni, és élvezetessé, szórakoztatóvá tenni és ami még nagyon fontos, nem csatlakoztunk még soha ehhez a kezdeményezéshez, a könyves vasárnaphoz, de az idén tervezzük, hogy a könyves vasárnap alkalmából könyvtárunk is nyitva lesz, október 7-én 10 és 1 óra között, tehát délelőtt 10 és 1 óra között. Itt egy kötetlen könyvtári napot szeretnénk tartani. Ez azt jelenti, hogy mi könyvtárosok meghívjuk egy kávéra, teára az ide látogatókat, és mivel az utolsó napja lesz ennek a könyvcserés megmozdulásnak. Bízunk benne, hogy vasárnap révén sokan el fognak jönni, és még utoljára kihasználják azt a lehetőséget, hogy egy ilyen, egy ilyen kötetlen formában látogathatják a Városi Könyvtárat. Várunk minden érdeklődőt, szeretettel, és remélem, hogy sokan fognak eljönni nagy örömmel.